A stúdióban Hende Csaba honvédelmi miniszter és Sipos Antal ezredes, a tartományi újjáépítési csoport kontingens parancsnoka. Jó reggelt kívánok mindkettőknek, köszönöm szépen, hogy itt vannak egy ilyen hosszú út után. No hát értékeljük először politikailag, aztán gyakorlati szinten is ezt a missziót. Én itt felírtam egy csomó dolgot, 400 oktatási projekt, 9 általános iskola építése, 15 bővítése, kórházak, járóbetegellátók, kútfúrások, 15 kilométer vízvezeték, 54 kilométer út, egészen elképesztő teljesítmény. És hidak. Néhány száz hidak és néhány ezer fős kontingenstől. No hát, miniszter úr, politikailag hogyan sikerült a misszió? Rendkívüli sikerről beszélhetünk, hadtörténeti jelentősége van. Egyébként sem túl gyakori, hogy egy sikeresen végrehajtott, igen bonyolult és ráadásul nagyon távoli helyen végrehajtott feladatból a magyar katonák épségben, hadd mondjam így dicsőségben, sikeresen térnek haza. Ezekkel a teljesítményekkel egyfelől barátokat szereztünk, vagy szereztek a katonáink Magyarországnak. A piros-fehér-zöld zászlót és a magyar nevet, és egyáltalán azt, hogy hol van Magyarország, több tíz és százezer észak-afganisztáni ember és főleg gyerek tanulta meg, ez még nagyon sokáig kamatozhat. Rendkívüli elismertségük lett a magyar katonáknak, nagyon sokat fejlődtek szakmailag, és ezt el is ismerték a szövetségeseink, de a legfontosabb, hogy harcedzett katonáink vannak, akik nem gyakorlaton, hanem valódi éles műveleti helyzetben, sokszor életveszélyes helyzetben, hát sajnos heten az életüket is feláldozták ebben a küldetésben, gyakorolták és tanulták meg igen magas szinten, nemzetközi együttműködésben a katonaszakmát. Ez a tudás, ez a képesség, és ez talán a legfontosabb, az ország fegyveres védelmében, a haza védelmében is igen jelentősen kamatozni fog a jövőben. Itt örülök, hogy ön emelte ki a harcedzettséget, mert én is rá akartam kérdezni, hogy ez aztán igazán egy éles helyzet volt. Ezredes úr, hogyan sikerülhetett ezt az egészet logisztikailag összefogni, egészen elképesztő a lajstrom, jó értelemben véve, amit itt az imént felsoroltunk, és amit a miniszter úr kiegészített még a hídépítéssel is. Hogyan tudták ezt néhány százan, illetve néhány ezre megcsinálni? 2006 óta, amióta elkezdődött ez a tartományi újjáépítési csoport missziója, feladata, 13 váltás során én úgy gondolom minden váltás megmutatta azt, hogy teljesen civil és polgári feladatokat is el tud látni a magyar honvédség, és ezt hadműveleti területen, úgy, hogy saját magát, illetve azokat, akik ezt a munkát végzik, biztosítja biztonságilag, és minden segítséget megad ahhoz, hogy ezek az újjáépítési programok, ezek a fejlesztések, felújítások folyamatosan és biztonságosan mehessenek. Miniszter úr, mi volt ennek az egész missziónak politikailag a legnagyobb sikere? Itt az imént már említette a szövetségesekkel való teljesen kiegyensúlyozott, sőt a misszió által még közelebbi vagy jobb, erősebb, szorosabb viszonyt. Az ENSZ biztonsági tanácsának döntése alapján az egész nemzetközi közösség lényegében, hát 50 ország van jelen katonákkal, egy csomó ország katonát nem küld, de jelentős összeggel támogatja a küldetést, azban az 50-en felül van, ilyen például Japán, tehát a civilizált világ érték közössége nagyon nagyra értékeli ezt a tevékenységet, amit az ott szolgáló katonák nehéz, sokszor életveszélyes körülmények között teljesítenek. Ezt olyan magasra helyezik a nemzetközi kapcsolatok színterén, hogy amerikai részről például, mert hát mégiscsak az Egyesült Államok a legfontosabb szövetségesünk és az egyetlen szuperhatalom jelenleg a világban. Az Egyesült Államok a legtöbbre a magyar katonák teljesítményét értékeli, és a magyar-amerikai kapcsolatok legharmonikusabb, legfejlettebb, legjelentősebb részének ezt tekinti. Nem véletlen, hogy mindezt amerikai kollégám meghívására a Pentagonban hallgathattam meg Liam Panetta, amerikai védelmi minisztertől. Ezredes úr, itt a miniszter úr az imént valamiféle civilizációs fogékonyságról vagy hatékonyságról beszélt. Én nagyon régen, én a legelején, amikor a tornyok ledőltek, 2001-ben jártam Pakisztánban és Afganisztánban, megmondom őszintén, nem láttam nagyon annak a lehetőségét, hogy ott bárminek is örülnének, ha felépül egy iskola, ha fúrnak egy kutat, ha épül egy híd, stb. Hogyan változott ez az elmúlt 10 év alatt? Hogyan fogadták önöket ott? Természetesen nem az arra gondolok, amikor veszélyes helyzetben kellett helytállniuk, hanem eleve az, hogy ilyen hihetetlen dolgokat hoztak létre. Én másodszor jártam most Afganisztánban. Afganisztán évről évre, napról napra változik. A békés lakosság
az elfogadta a magyar katonákat Baglan tartományban, sőt, azt mondhatom, hogy örültek nekünk. És ez a békés lakosság, őszintén mondom, hogy sajnálattal vette tudomásul azt, hogy a magyar tartományi újjáépítési csoport kivonul a tartományból. Igenis érezték, és minden napjukban érezték azt az életükben, hogy a magyar tartományi újjáépítési csoport segít rajtuk, és az iskolák, az egészségügyi intézmények azokat átvették és használták, és jól tudták használni. Mennyiben szolgálta a katonák szakmai fejlődését ez a misszió? Hogyan látta? Igazából tegnap a miniszterelnök úr is elmondta a fogadáson, ez egy éles helyzet. Itt próbálhatja ki a katona magát. Folyamatos koncentráció és folyamatos szakmai fejlődés kell, hogy jellemezze ezt a 6 hónapot, 6,5 hónapot a misszió végéig, az első pillanatától az utolsó pillanatáig, mert különben azok a helyzetek jöhetnek elő, amelyek veszélybe sorolják az ember életet. Ezt kell tudni fenntartani, és ezt ráadásul nemzetközi környezetben, együttműködve szövetséges partnereinkkel és az afgán rendvédelmi szervekkel is. Ez az igazi szakmai kihívás, és ebben nagyon, nagyon sokat fejlődnek a katonák. Meg hát az ugye, már hogy a szakmai kihívást említi, hogy azért itt nagyon sokszor életveszélyes helyzetben kellett dolgozni. Gondolom én egy hídépítésnél, egy útépítésnél folyamatosan a katonák életveszélyben voltak. Hogyan lehet itt belül, meg itt belül tartani bennük a lelket? Távol a családtól, messze, kietlen vidéken, bármennyire is szép, hát életveszélyes. A katonák, amikor a felkészülés végrehajtják, minden egyes katona, a parancsoktól az utolsó katonáig, mindenki mentálisan meg kell, hogy méressen, és... De úgy érti, hogy előtte, vagy ott? Előtte. Kell, előtte. Hogy megméressen. Így van. Előtte fel kell, hogy készüljön. Mentálisan és fizikailag is fel kell, hogy készüljön arra, hogy ezt a feladatot végrehajtsa. Átmegy egy szűrésen, és ha ezen a szűrésen átment, akkor a parancsnoki odafigyelés, illetve minden szintű parancsnoknak az a feladata, hogy az embereire odafigyeljen, és folyamatosan nyomon kövesse azt, hogy mentálisan és fizikailag rendben van-e. Ha véletlenül valami előfordul, mert mindenkinek jöhet a napjaiban egy holdpont, akkor ezt észre kell venni, ezt át kell hidalni, és megy a folyamat tovább. Miniszter úr, többször említették már a szövetséges szót, itt elsősorban a NATO-ra gondoltam meg, hát nyilván ön is, amikor ezt említette. Milyen perspektívák vannak még, hiszen nyilvánvalóan most már, hogy mondjam, 110%-osan bíznak bennünk, látják, hogy mire vagyunk képesek, hogy ugyanarra vagyunk képesek, amire bármelyik más országnak a hadserege. Kicsit talán többre is. Milyen lehetséges együttműködések vannak, milyen perspektívákat lát mondjuk 2014-15-re a NATO és Magyarország között? A NATO-ban az együttműködés és a tervezési munka folyamatos. Éppen a közeljövőben fogjuk újra egyeztetni a szövetségen belül, hogy melyik ország milyen területeken fejleszti a maga erejét, milyen képességeket teremt újjá vagy tart fönn. Ebből aztán adódik, hogy ha van egy éles helyzet, akkor mit, amikor főznek a háziasszonyok, gyorsan a hozzávalót az ételhez hogyan lehet összeszedni. Ez egy valóban igen gördülékenyen működő nemzetközi együttműködés. Afganisztánba azért mentünk, hogy ott megteremtsük annak a feltételeit, hogy maguk az afgánok, az afgán nép és az ő általa törvényesen megválasztott kormány tudja fenntartani a békét és a biztonságot. Az egy nagyon sok évtizede forrongó polgárháborús helyzetben lévő ország volt. Nagy lépéssel kerültünk közel, ez tette lehetővé például a magyar kontingensnek a kivonását is, hiszen az elmúlt 10 évben egy több mint 300 ezer fős afgán hadsereget és rendőri erőt sikerült fölállítani, kiképezni, felszerelni, és nekik adtuk át például a Polekumri táborunkat is az elmúlt héten, ahonnan ugye hazajöttek ezredes úrék. Tehát a dolog folyamatos, a kapcsolat megmarad, természetesen tanácsadókkal, kiképzőkkel 2014-ig is, sőt valószínűleg az után is támogatni kell a törvényes afgán kormányt. És térjünk még egy picit vissza Budapestre, mi lesz azokkal a katonákkal, akik hazatérnek? Igazából miniszter úrra nézek, bár szerintem ezredes úr erre jobban tud válaszolni. Könnyű lesz őket visszaszoktatni, új helyzeteket teremteni nekik, újra fölépíteni őket, vagy erre egyáltalán nincs szükség? Mert hogy tudják a dolgukat? Ezek a katonák, ezek tudják a dolgukat. Csak tudja, ez olyan misztikus dolog, hogy valami idegen helyről, ahol szolgáltak, visszajönnek. Én nem tudom, hogy kell visszailleszkedni, lehet, hogy nem is kell.
mert hogy működik a dolog. Valamilyen szinten persze vissza kell illeszkedni, mert ez egy másik család, ez egy másik közösség. Hát kötelező regeneráló pihentetésen esnek át a katonák, adott esetben a családjukkal együtt. És orvosi vizsgálat. És el kell menni meghatározott időre a honvédség valamelyik rekreációs objektumába, akár Mátraházára, akár Balatonkenesére, ahol egyébként szakemberek is rendelkezésre állnak, nem csak a parancsnokok, de pszichológus is, meg tábori lelkész is, mert azért vannak olyan stresszek, amit adott esetben segíteni kell feldolgozni. Egyébként amennyire itt ezredes úr mondja, látom, hogy erre nem is nagyon van szükség, hát nyilván valamennyire igen már, mint mondjuk pszichológusra. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak, gratulálok önöknek, tényleg elképesztő az, amit itt az imént felsoroltunk. Hazánkat szolgáljuk. És hát jó munkát a továbbiakban. Köszönöm szépen önöknek. Köszönöm szépen.